A Nagymányok SE csapata a Tardos Keddi alakul játékosaival kiélezett küzdelmet folytatott szombat délelőtt, ezek még az elődöntő képsorai. Az emléktornát több mint két évtizede rendezik meg a Völgységi Városban Losonczy István egykori sikeres bonyhádi labdarúgó és edző emléke előtt tisztelegve. A tornát Harangozó Ferenc hozta létre 22 évvel ezelőtt, és azóta folyamatosan megrendezi, két év kivételével folyamatosan megrendezésre került. Ugye tavaly évben a sportcsarnok átalakítása miatt nem rendezték meg, és volt még egy év, amikor kimaradt, de azóta töretlen. Volt, amikor két napos volt, sőt volt olyan a kezdeti időszakban, amikor két hétvégén zajlottak a küzdelmek. Mindig sok embert vonzott, hiszen Bonyhádon köztudottan szeretik a teremlabdarúgást. Idén 10 amatőr futballcsapat vett részt a tornán, köztük két határon túli együttes. Szekszárdi, Bátaszéki, környékbeli falvakból a szokásos csapatok jöttek el a mai tornára, és az idei az évben az első, amikor nemzetközire emeltük a tornát, hiszen két határon túli magyar település is képviselteti magát ma. Az erdélyi Madévfalva, illetve a felvidéki Tardoskád városából érkeznek csapatok. Az összesen 10 csapat részvételével rendezett szombati tornát, az összetartozás és a Losonczy kupát a Tardoskeddi alakul csapata nyerte. A következő megmérettetésre a szervező Bonyhádi Sportcentrum kárpátaljai vajdasági, a horvát Baranyából és egy Csángó településről érkező sportolókat is vár. A sport után pedig jöjjön a jól megérdemelt lakoma, irány a Székelyház, ott már javában zajlik a disznóvágás. Délelőtt 10 óra van, a disznó már levágva, szétbontva, a hús nagy része felvágva. Az asszonyok a mocskos tokányhoz készítik elő az alapanyagot, ami a reggeli Bukovinában disznóvágáskor. Bonyhádon vagyunk, ahol harmadik éve rendezi meg a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a székely disznóvágást. Legalább 30-35 tagegyesületünk képviselteti magát, ami öröm számunkra, és különösen öröm ugye, hogy a külhoniak, hiszen ez a lényeg, hogy ők is ugye magunknak érezzük, hiszen ez a lényeg. A szövetség gyakorlatilag egy ernyőszervezet, teszi hozzá az elnök. Idén a Böllér a Madéfalvi Egyesület tagja, így a disznót is a madéfalvi hagyományoknak megfelelően szedték szét. Mi örökké a disznót a hátán veszük fel, és óriós veszünk. Hát az olyan, hogy a nagy részét a húsoknak leszedjük róla, kolbászba kelnek, a szép húsokat meg félre rakják sütni, vagy ilyen. Bécsi szeletet kell csinálni, és az apró húsokat, ilyen dalabocskákat, az kolbászt csinálunk, akkor a félest csinálunk, utána májost, az kétfélét csinálunk, van a kenőmájost, amit ilyen üvegborkányokban rakjuk, és nem úgy, mint az üzletek, hogy fel van a hidus, nagyon más, ízesítsük. A másikat pedig bélbe töltsük, azokat felküstöljük. A vérest is úgy csináljuk, hogy valamelyiket aznap, hogy megcsinálódik, kifőződik, a másik részét pedig lefagyasztjuk úgy főzetlen, nincsen megfőzve, nincsenek aválva. A májusnál is így van, és akkor csinálnak disznófősajtot, ilyen úgy mondják nálunk, hogy orosz kolbászt, a kolbászhúst, a hashártyában van az a zsírhártya, abba bele, és közepébe a húsnak így felhajtják, és tesznek egy ilyen, a disznónak a bélszínit. Akkor azt felköszönözik körbe, és megfüstelik, és azt elteszik húsvétra, húsvétre neki egy szál kolbász, hogy nekem maradjon, mert húsvét kolbász nélkül, olyan, mint a tél hó nélkül. Nagy különbségek tehát nincsenek a magyar és a székely disznóvágás és feldolgozás hagyományaiban. Egy a lényeg mindenhol, semmi nem veszhet kárba az állat hasznos részeiből. Öröm számunkra, hogy az idei évben ugye a madéfalvi székelyek tulajdonképpen onnan származik, hiszen onnan indult a Bukovinai Kálvária. Ők vállalták föl, hogy az idén ők fogják képviselni, illetve mint Böllérként az ő kultúrájuk, a hagyományuk szerint fogják majd a disznóvágást végigvinni. Úgyhogy hát félbeszedjük a disznót, fele lesz az övéké, mert ők ugye paprikát nem használnak a kolbászban, nálunk meg ugye használunk, hogy nehogy vita legyen belőle. Így akkor ők mocskos tokánynak nevezik a pörköltet, ugye ami puliszkával lesz, ugye ez lesz a reggeli része.
Ugye mi meg vérpörköltet szoktunk csinálni, ugye meg májat. Idén kolbászból, hurkából és a sült húsokból is kétfélét készítettek, egyfelől bukovinai, másfelől bonyhádi módra. A szombati disznóvágás közös vacsorával zárult. Vasárnap a Madéfalvi Veszedelem és Vérengzés 255. évfordulóján emlékeztek székelyek és magyarok Bonyhádon a Székely Emlékparkban. A bukovinai székelységnek ez a környék az új otthona. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, ha megemlékezésen hozzátette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki meg akarja tartani magyar identitását, az megtehesse, és mindenki meg tudjon maradni magyarnak. Az évforduló alkalmából azokra az elüldözött székelyekre emlékeznek, akiknek egy része Bukovinában 5 települést hozott létre, és akiknek leszármazottait 1941-ben az Alduna mellé, majd 1945-ben Tolnába, Baranyába és Bács-Kiskun megye 3 községébe telepítették. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége szervezésében a megemlékezésen a helyi és környékbeli, valamint a vajdasági és erdélyi székelyek képviselői is ott voltak. Csibi József Madéfalva polgármestere mondott beszédet. Ma tudjuk, hogy településeinken milyen fejlesztésekre van szükség. Tudatában vagyunk annak, hogy ma nem a határvédelem a mi általános feladatunk, de azzal, hogy igyekszünk egy jól működő helyi gazdaságot felépíteni, megőrizzük településünket és térségünket az elnéptelenedéstől, mert felelősséget vállalunk azért a földért, ahol megszülettünk, melynek nyelvét megtanultuk és felfedeztük, hogy őseink miként boldogultak itt. A bonyhádi emlékezők az emlékparkban 2015-ben a bukovinai székelyek letelepedésének 70. évfordulóján állított kopjafánál helyezték el koszorúikat a hősök és áldozataik tiszteletére.